Románia kormányához fordul a Marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium igazgatósága. A tanintézmény vezetősége szerint ugyanis az erdélyi római katolikus státus önkényesen vesz át osztálytermeket. A státus képviselői határozottan elutasítják a vádat. Rossz hatással volt a katolikus iskola létrejötte az ugyanabban az épületcsoportban működő Unirea Nemzeti Kollégiumra, illetve az ott zajló oktatási tevékenységre. A fenyegetettség érzése pedig folyamatosan fennáll. Ezt Andreane Znyán iskolaigazgató mondta, aki a szülők jelenlétében felolvasta azt a beadványt, amelyet a tanfelügyelőséghez, az oktatási minisztériumhoz és Dacian Csolos kormányfőhöz is eljuttat. Csökkent az osztályok létszáma azáltal, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum átvette a magyar elemi és középiskolai osztályokat, illetve egy magyar liceumi osztályt a beiskolázási terv megszegése révén. De az elemi román osztályokat is más tanintézménybe kellett költöztetni. A 2016-2017-es tanévre vonatkozó beiskolázási tervből pedig két osztály létrehozását érvénytelenítették. Hozzátette, a státus most két olyan osztályteremre tart igényt, amely az Uniriát illeti a 2014-ben aláírt bérleti szerződés értelmében. Az erdélyi római katolikus státus szerint a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, illetve a státus között aláírt szerződés szavatolja, hogy a magyar osztályok átvétele révén az osztálytermek is a Római Katolikus Teológiai Liceumhoz kerülnek, de az Uniria kollégium igazgatósága is aláírt egy hasonló szerződést a teológiai liceum vezetésével. Nem vesz tudomást arról, hogy van egy általuk is aláírt megegyezés arról, hogy a termek hogy oszlanak el. Nyilván érdekellentét van, és pedig azért, mert bár a médiából úgy értesültem, hogy az Unirea kollégium kellett, hogy csökkentse az osztályainak a számát, azt kell mondanom, hogy ez nem tényszerű, és pedig azért, mert ismereteim szerint 2014-ben a liceumi, most 2016-tól pedig a gimnáziumi osztályok számát tervezik emelni. Bár helyhiányra hivatkozik, az Unirea vezetősége szeptembertől a korábbi egy helyet 2/5. Osztályt indítana.